ez a legjobb cipő erre, ezt tapasztalatban mondom. Van egy túracipőm is, azt olyan 20%-ban használtam, de nagyon könnyű, nagyon légiesen lehet benne menni. És a gyakorlatilag Spanyolország azért nincs sok eső, szóval nem ázott be meg semmi ilyesmi. Ha meg olyan volt az időjárás, akkor cseréltem. Egy használt cipőből is lehet örök emlék, mert hogy Tóth Rómeó nem fog megválni ettől a lábbelitől. A fiatal emberrel a Bonyhádi könyvtárban beszélgettünk, itt tartott élménybeszámolót az útjáról. Az El Caminóként is ismert Szent Jakab zarándok úton gyalogolt Párizstól egészen az óceánig. Rómeó pincérként dolgozott Ausztriában, majd egyszer csak elindult. Az utat korábban egyértelműen vallási okokból népesítették be a zarándokok, mára viszont ez a trend fordulni látszik. Amit én tapasztaltam, az az, hogy manapság nem vallási okokból mennek az emberek, hanem valahol megrekedt az életük, vagy a munkával, vagy egy párkapcsolattal, vagy esetleg valamilyen motivációt keresnek önmagukban, és hogy ezért mennek el általában. És hát akit én tapasztaltam, volt olyan is, aki nagyon beteg volt, és fölépült, és utána ment el, hogy én miért mentem el, talán ugye a keveréke ezeknek. Egy kicsit megrekedtem a munkámmal, nem volt motivációm, és azt éreztem, hogy kell valamilyen, kell egyszer egy stop, és utána kitisztítani az elmémet, és akkor elmenni. És azt hiszem, hogy több mint egy hónap, több mint 1000 kilométer elég erre. Szerencsére elég sportos vagyok, úgyhogy a fizikai dolgoktól nem aggódtam. Az összekészítés már előtte voltam egy-két túrán, szóval nagyjából tudtam, hogy mit vigyek magammal. Azt olvastam előtte, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy hány kilós a táska, mert azon sokan meg is csúsztak. És hát vettem egy repülőjegyet Párizsba, és ennyi. Onnantól Onnantól kezdve rögtönöztem. Tudtam, hogy hova kell honnan eljutnom, és szerencsére elég sokat utaztam már, úgyhogy beszélek angolul, úgyhogy megoldottam. Nagyon sok szálláshely van, nagyon sok településen meg lehet szállni. Aki nem bírja annyira jól, az csak 15 km gyalogol, aki kicsit jobban bírja, az 25-öt, szóval sok helyen meg lehet állni. Én olyan szempontból terveztem, hogy volt, ahol mondjuk 10 euró volt a szállás, volt, ahol 25 euró a szállás, és hát azért nem mindegy, hogyha ilyen sok időről van szó. Lehet, valamennyire lehet, de mindig vannak olyan tényezők, amik megfogják az embert. Például április 30-án egy hóviharba keverődtem Nyugat-Spanyolországban, és ott elég lassan tudtam haladni. Utána meg jégeső zúdult rám, szóval. De alapvetően jó volt az időjárás végig. Mindenhol, ha megszálltam, én kaptam egy pecsétet oda, és csak ezzel tudtam azokon a helyeken megszállni. És hát ez a legnagyobb erekém. Ilyet nem sok embernek van ilyen a tulajdonolva. Azért ez egy nagy kihívás, és jó néhány száz kilométeren keresztül nem is gondoltam volna, hogy én is el tudok fáradni, de úgy 500-600 kilométer után azért nekem is elkezdett fájni a lábam, mert elég nagy tempóban mentem. Szóval ez egy elég nagy kihívás is, és a végén már igazán nem azt mondom, hogy rottyan voltam, de elfáradtam. Nyaralás is, mert rengeteg gyönyörű helyen jártam és láttam, nagyon sok jó ételt kóstoltam, a kettő együtt. Vittem ezeket a labdákat magammal, és ott tanultam meg labdazsonglőrködni. Az út alatt. Ez volt a kis tervem, hogy ott akkor elviszem, és akkor útközben megtanulom. Mert hogy időd volt rá. Időm az volt rá elég. Sok. Mindenképp egyedül érdemes menni. Én egyedül javaslom, hogy menjenek el. Ide egyedül kell menni az embernek. Csak azért is például, mert hogyha ketten mennek, akkor ők úgy összetartanak, és nehezebben ismerkedik az ember akkor új emberekkel, és az egyik fontos pontja ennek az egésznek, nagyon sok inspiráló embert ismertem meg az utam során. Egyedül megy, de szerintem nem lehetséges az, hogy valaki ismerősök és akár barát vannak, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot az interneten. Például egy argentin párral, egy német lányjal, egy japán nővel még mindig tartom a kapcsolatot. Találkoztam utazókkal, találkoztam átlag emberekkel, a világ minden portjáról találkoztam emberekkel, és hát valamilyen kicsit mások vagyunk, de emiatt jó összhangban voltunk, mint egy leves, amiben csomó összetevő van, és a végén egész jó lesz. Rómeó úgy érzi, más ember lett az út során.
Egy 40 napról van szó. 1000 kilométer. 40 nap az önmagában nem sok, de így nagyon sok. Miután hazaérkeztem, úgy éreztem, mintha egy fél évre elmentem volna. És annyi ideje van az embernek gondolkodni, olykor 10, akár 20 kilométeren keresztül nem találkoztam senkivel, mert olyan időpontban mentem, hogy a többiek vagy előbb indultak, vagy később. És sok ideje van az embernek gondolkodni a hibákon, amit elkövetett, a múlton, a jelenen, a jövőn, de nem örlődni, tehát gondolkodni, ezt leszeretném szögezni. És igen, rájöttem egy-két dologra, amit elszúrtam a múltban, és jobban csinálhatnám a jövőben. Egy nagyon önismereti túra volt. Itt bent. Meg itt. Az út végén pedig ott az óceán. Az egy nagy katarzis élmény volt. Hát nekem az volt a nagy célom, mivel csak repülőn láttam eddig, hogy eljussak, és akkor és úgy néz ki, mint a tenger, tehát azon kívül. Tehát nem nagy különbség, de az, hogy valaki 900 km gyalogol azért, hogy elmessen, az nem olyan, mintha fogná magát a repülőre, felszállna és leszállna, és ott lenne. Szóval egy óriási örömöt éreztem. Amikor meg elindultam visszafelé Santiago-ba, akkor meg nagyon nehezen hagytam ott az óceánt, mert nagyon, nagyon a szívem ez nőtt, és nehéz volt elszakadni. De el kellett szakadni. Romeo azt mondja, még körülbelül 2 hónapon át minden más volt, itthon is, és bár sok mindent megőrzött az útja során tapasztaltakból, szépen lassan újra visszakerült a mindennapok mókuskerekébe, de már most készül rá, hogy egyszer újra kitör. Általában tudják rólam az ismerőseim, hogyha valamit így sokáig mondogatok, akkor előbb-utóbb abból lesz valami. Van egy nagyon hosszú út, ami az USA-mexikói határtól egészen Kanadáig tart, 4100 kilométer, és az sokkal vadabb, a vadonba is megy. Ha az anyagi körülményeim megengedik, és sikerül egyfajta biztonságot és egzisztenciát kialakítanom a jövőben, és nem lesz még család, akkor szerintem elmegyek, vagy bevállalom ezt a túrát. Az még egy komoly dolog lehet.